Itt a Szexádi Szabó Dezső utca mellett épült volna új házi orvosi rendelő, két körzet 4700 lakóját érintette volna a fejlesztés. Mostara viszont már biztos, hogy a pályázati pénzből tervezett 80 millió forintos fejlesztésre nem kerül sor. Az ilyen szexárt frakció ugyanis a környék néhány lakójának tiltakozására hivatkozva leállította az építkezést, és új helyszínt akarnak keresni a rendelőnek. Annak ellenére, hogy korábban ők is megszavazták az építkezést. A pénzügyminisztérium topos pályázatokért felelős helyettes államtitkára viszont azt írta levélben az önkormányzatnak, hogy az állam nem ad támogatást akkor, ha a rendelő más helyszínen épül meg. Hogyha innen el szeretné vinni a város más területre, akkor egyértelmű, hogy ezek a források nem fognak rendelkezésre állni, hiszen vissza kell adni a pénzt, ez kb. 80 millió forint maga a beruházás, és akkor még a kárterítés 100 millió forint körüli összegről beszélünk. Vissza kell adni, le kell zárni a projektet, és újra pályázni kell de ahhoz, hogy újra tudjunk pályázni, újra meg kell nyitni a minisztériumnak ezt a pályázati ablakot. Az ilyen szexát frakció tagjai korábban aláírásokat is gyűjtöttek, hogy megakadályozzák az orvosi rendelő építését, ezzel pedig az egészségügyi ellátás fejlesztését szekszárdon. Ács Rezső polgármester szerint viszont ezekkel az aláírásokkal komoly gondok vannak, ugyanis többen úgy írták alá az éveket, hogy nem is laknak a környéken. Azon az aláírások vannak, amit decsiektől, sárpvésiektől, öcsényektől szedtek össze. Én azt gondolom, hogy nem szerencsés, hogy más települések lakói beleszólnak abba, hogy szexáról mi történjen. Mi sem megyünk oda Öcsénybe, Decsre és Árpilisre, hogy ott eldöntsük, vagy elmondjuk, hogy mit szeretnénk mi szexárdiak az ottani település lakóinak biztosítani. A rendelő építésének leállításával szexár 80 millió forintól esett el, de ha a munkával megbízott vállalkozó bepereli az önkormányzatot, akkor akár akár a 100 millió forintot is meghaladhatja.